szereti az autókat, annak a vezetés nem csak egy leküzdendő feladat, és általában érdeklődik az autósportok iránt is. Felnőtt férfiakat változtat gyermekké egy felbőgő motor vagy egy turbófütty. Földbe gyökerezik a lábuk, ahogy egy versenyautó, dacolva a fizikával, elképesztő tempóval érkezik a kanyarhoz. Az autó fara kitör, de ellenkormányzással a sofőr az íven tartja. Vagy nem. Ez a kétesélyesség veszélyfaktor pumpálja az adrenalint versenyzőben, nézőben egyaránt. Modern korunk gladiátorai azok az emberek, kik dacolva az életveszéllyel autóba ülnek, motorra szállnak azért, hogy megmérkőzzenek az idővel, egymással, önmagukkal, és nem mellékesen kiszolgálják a nézőket és szponzoraikat is. Az autósportok közül az egyik leglátványosabb a rali. Talán pont azért, mert a legveszélyesebb és a legközvetlenebb még mindig. Városunkban többen is kapcsolódnak a rali sportákhoz. Mi most Kunz Dezsőt kerestük fel, hogy beszélgessünk elért eredményeiről, céljairól és magáról a sportról. Na, itt van például, amivel országos bajnok lettem. Ez a magyar országos rali bajnokságban itt ez az első helyezett, ez az abszolút. Akkor itt van az A7-es, amivel a kategóriámban megnyertem a bajnokságot. Akkor hol van még? Itt van, te azt hiszem, igen, itt van az országos bajnok, az A csoportban is, hogy bajnok lettem. Ezek meg ilyen VIP kártyák, ez, amikor kim voltam a világbajnokságon, akkor ezeket kaptam. Hát meg itt van egy csomó olyan selleg, amit úgy megmondom őszintén most mindegyiket, hogy te azt hiszem ez az idei év, 2015, igen, vagy a 13, akkor valahol itt kell legyen a 2015-ös is. 94-ben például volt ilyen, hogy ilyen sellegek is voltak, egy poharat kaptunk Salgó Raliról. Ez a püspökladányi ügyességi versenyeken kaptam még ezeket a... Itt van például ez az oklevél, ez még 95-be Szalóci Zolival, amikor versenyeztem. Ja, csak 21 éve volt. Igen, szóval vannak itten. Itt van ez az a kép, ahol a fiammal mentem először, versenyeztem vele. Dezső pályafutását több mint 20 éve kezdte még Erdélyben. Elcsépelt mondat, hogy minden kezdet nehéz, de lássuk be, a kerékpározás, a futás vagy az úszás nem igényelnek olyan eszközöket, melyeket ne tudnánk valahogy beszerezni. De autó nélkül ralizni olyan, mint léggitárral indulni egy zenei tehetségkutatón. Persze kitartással és szorgalommal minden nehézség leküzdhető. Az, hogy Dezső sikerrel vette az akadályokat, mi sem bizonyítja jobban, mint a serlegektől roskadó polcok. Fú, megmondom őszintén, nem. Nem tudom, nem. Így be kéne leltározni, hogy most lássam, hogy melyik. De 94-ben, tehát, ha minden igaz, akkor már kaptam ilyen Salgótarjánba egy serleget. Én már kint Erdélyben, Romániában már csütörtökön megkaptam a jogosítványt, és már szombaton részt vettem egy ilyen ügyességi versenyen, egy szlalom versenyen. Szegény keresztapukám nyugodjon, ő segített nagyon sokat, hogy jogosítványom legyen meg, hogy ebbe az autós világban benne legyek. És utána meg persze nyilvánvaló, hogy Romániában is nagyon sok autóversenyekre lejártam nézni, nézőként. Ferjáncot meg ezeket láttam élőbe is, már abban az időben. És akkor, mikor itt átjöttem Magyarországra, megismerkedtem Vajlan Gyulával, az autós-bótos Vajlan Gyulával, és akkor megbeszéltük, hogy 93-ban, hogy csinálunk egy autót, és akkor kipróbáljuk. És akkor Debrecenben volt, még a Fancsikai tavaknál volt egy ilyen verseny, és ott vettünk részt először, majd utána 94-ben lettünk MNASS licenszes versenyzők, és onnantól fogva kisebb-nagyobb kihagyásokkal én versenyeztem. Ladával kezdtük, egy kocka ladával kezdtük ezt az egész időt, még abban az időben NS lada volt, és Vajlan Gyulával mentem 96-ig, azt hiszem. Utána ő mondta, hogy ő már nem versenyzik tovább, mert nincs is ideje a munkahelyi elfoglaltságai miatt. És utána öcsémmel én ültem be, mint pilóta, és akkor öcsémmel versenyeztem. Ő navigált nekem. Egy sportoló életében a példakép megkerülhetetlen. Szükség van egy ikonra, akire fel lehet nézni, életútjából erőt lehet meríteni. Nincs ez más, hogy a technikai sportok esetén sem. Mondhatom azt, hogy van a Ferjánc, akit szerintem mindenki ismer, vagy a Dudás Kokó Gyula, az is, ezek nagyon nagy példaképek, vagy a Tóth Janika,
aki ma mai napig még versenyzik, hétszeres bajnok. Szóval ezek nagyon ezek mondhatják azt, hogy profik. Hát Ferjánc meg Dudás, hát ezek még kicsi voltam, kint Romániában láttam őket versenyezni. És most meg úgymond mondhatom azt, hogy Dudással voltam most is például az egyik TV csatornánál, riportot adtam vele együtt. Megkeresett, hogy szeretne velem együtt dolgozni. Nekem ez egy nagyon nagy eredmény, vagy hogy mondjam. Én büszke vagyok rá, hogy azzal az versenyzővel, akit én néztem, és tátottam a számot, hogy megy, most meg ott ülök mellette, és elfogad, mert tudja, hogy jó pilóta vagyok. Ahogy egy focista, egy boxoló bemelegít, készül egy meccsre, úgy készül az is, aki motorral, autóval veszi fel a küzdelmet. Amellett, hogy mentálisan és fizikálisan is felkészül a versenyre, a kocsit is be kell állítani, és nem csak az eredmények érdekében, hanem a biztonság miatt is. Meg van adva, hogy előtte általában olyan 2-3 héttel van az, hogy kell nevezni a versenyre, akkor persze nyilvánvaló, hogy benevezünk a versenyre, közben felkészítjük az autót, esténként a szerviz embereimmel jönnek, segítenek, felkészítjük az autót, és utána van az, hogy nem tudom, hogy most csütörtökön vagy pénteken fel kell menni arra a helyszínre, Szombathely vagy akár hol van a verseny, felmegyünk, és akkor ott van egy ilyen papír ellenőrzés, ilyen adminisztratív átvétel, utána meg az autót levizsgáztatják, megnézik, hogy minden rendben van-e, és van egy pálya bejárás. Azt meg saját autóddal, szóval egy utcai autóval kell bejárni a pályát, amivel beletesznek egy ilyen GPS-szerűséget, hogy ne halad túl még a sebességet se, hogy ő bődületes nagy tempóval menjen rajta végig, és be kell járni a pályát, ami azt jelenti, hogy akkor olyankor mellettem ül a navigátor, én mondom, hogy még kanyart, hanyadikba, hogy, meg mindent ő felírja, és utána ezeket visszaellenőrizzük. Megvan adva olyan pálya is például, hogy csak háromszor mehetsz végig, vagy négyszer. És akkor azt végig kell ellenőrizni, végigjárod, és utána majd másnap meg a verseny következik. 2013-ban vettem egy ugyanolyan autót, mint amit most van nekem, csak az egy másik, az egy N-es autó volt, azzal mentem 2013-ban. 2014-ben meg úgy volt, hogy megyek tovább, de közben én kaptam egy munkahely lehetőséget kint Németországba, és kimentem dolgozni Németországba, a műhely mellett, de sajnos, hogy engemet ottan kint megműtöttek, és muszáj volt hazajöjjek. De közben meg eladtam az autómat. Ezt a mi volt 2013-ban, és akkor 2014 szeptember-októberébe körülbelül, akkor kibéreltem ezt az autót. Először, hogy mondom, mielőtt megveszem, próbáljam ki egy pécsi versenyen, ott kipróbáltam, és akkor úgy vettem meg ezt az autót utána, hogy amivel mentem 2015-be. Ezzel az autóval végig. Egy autós embernek teljesen mást jelent a kocsi, mint azoknak, akik egyszerű használati tárgyként tekintenek rá. Nem csak azt tudja, merre nyílik az ajtó, melyik oldalon helyezkedik el a kormány, de ismeri minden erősségét, gyengeségét, milyen beállítással lehet még másodperceket nyerni a pályán. Versenyeztem egy újabb típusú Hondával, de sajnos az mivel, hogy merev hidas hátul, nem külön kerék felfüggesztés van hátul is, azért az nekem valahogy nem jött be, meg nem tudtam vele úgy autózni, ahogy kellett volna. Attól függetlenül, hogy bajnok voltam aval az autóval, de ezt jobbnak tartom, mert sokkal jobb, öregebb, mint amivel versenyeztem. De ez másabb a futóműve, meg másabb a felszereltsége ennek az autónak, mint amivel versenyeztem. Szóval ez egy kicsit fejlesztettebb. Nagyobb fék van rajta, váltóba, motorba, mindenbe teljesen másabb. Teljesen másabb itt azért. Ebben a motorban egy komolyabb dolgok vannak benne. Ez szívó vagy turbó? Nem, ez szívó. Nincs. Hát az az igazság, hogy ezeket az autókat szabályok szerint kell megépíteni, és a turbós az egy másik kategóriába tartozna, és abba a kategóriába, mivel én megyek, abban nem lehet turbó. Belülről meg ugyanúgy hidraulikus kézifék, tolókerekes váltó van benne. Fontos, hogy aki sofőr lesz, az előtte jön a jobb oldalon is? Persze. Hát azért sok mindent megtanul, úgymond.
meg nyilvánvaló az, hogy mellettem ül, azt én mondom, hogy mit csináljon, meg minden, így legalább látja egy másik idegentől is, hogy ott onnén is tud tanulni. Egy versenyautóban a pilóta az agy, a kerekek és a futómű pedig a láb. A motor teljesítménye mellett ugyanilyen fontos, hogy tudjunk kanyarodni, érvényesüljön a fék ereje, és ne távolodjunk el az adott útszakasztól a szükségesnél nagyobb mértékben. Nagyon sokat szenvedtem, mert ennek az autónak a gátlójait három csavarra lehet állítani, és nem mindegy, hogy melyiket hova csavarod. És nagyon sokat szenvedtünk annak az autónak a lengéssillapító beállításaival, hogy az az úton tudjon maradni, mert ez azért tudni kell azt, hogy nem sima Hungaroringen megyünk, hanem az elég dobálósak a magyar aszfaltok, és azért nem mindegy, hogy 180-nál hogy pattogsz az úton, és ez annyira nem jött össze még nekünk ez a dolgok, addig még nem kerestem meg a Rally 1-be az élen menő egyik versenyzőt, a Balog Jánost, akit megkértem, hogy segítsen már ennek a beállításaival, mert profi autóval megy meg jobb pilóta, mint én, és segítsen már ennek a beállításaival, és elmentünk tesztelni Sátára, és ott úgy nagyjából beállítottuk már, hogy lássuk az alagút végét, hogy majd tudjak már nevel az autóval úgymond úgy menni, ahogy én szeretnék. És milyen eredmények jöttek? Hát most év végére az A7-es kategóriába harmadik lettem. Abszolútban megmondom őszintén, nem tudom hol, szerintem nagyon hátul, mert volt verseny, ahol nagyon gyengén tudtam szerepelni, mert ezek miatt a gátlók miatt. Dezső civil életében se távolodik el hobbiától, hisz autók javításával foglalkozik. Családja nem csak elfogadta szenvedélyét, de fiai ugyanúgy érdeklődnek az autóversenyzés iránt, mint édesapjuk. 2-3 évvel ezelőtt a fiam úgy gondolta, hogy ő is kipróbálna ezt az egész versenyzést, és mondta, hogy apa, vegyünk egy versenyautót, hát mondtam, hogy vegyünk, hogyha van kedve. Én nem erőltettem azt, hogy versenyezzen, úgy a nagy, mint a kisebbik se. És akkor ő mostan vett egy autót, nyilvánvaló, hogy már ment vele van 2 évet, most tavaly éve negyedik lett kategóriájába, csak most felkészíti a következő évre. Át kell ilyenkor, szét kell szedni, és meg kell nézni, hogy most miket kell javítson rajta, miket érez úgy, hogy ezt ki kell venni belőle, nem kell benne legyen. Szóval vannak olyan dolgok, amit úgymond a súlycsökkentés miatt, hogy ne legyen olyan nehéz az autó. Bukócső persze természetesen, az ülések ott vannak oldalt, azokat is lehet látni, hogy azért az ilyen rallis ülések vannak benne, amit egy utcai autóban nem találsz meg. A kézifék, a hidraulikus kézifék van benne, ahogy meghúzza a kéziféket, rögtön fog a nem bovdenos, akkor fékbe, váltóba, másfajta sper, diffi van benne. Mondjuk ez annyira nincs feltuningolva, mint például az enyém. Soha nem lehet elég korán kezdeni, mondjuk a művészetekkel és sporttal kapcsolatban. Minél fiatalabb korban kezdünk valamit, annál hamarabb érünk el benne eredményt. Dezső legkisebb gyermeke a gokártozással ismerkedett meg, ami az autóversenyzés alapja. Azért vettem, hogy ha akar vele menni, nem versenyezni, csak az, hogy itt a Lidl parkolóban, meg itt-ott megy vele egy kicsit, és ha van kedve, akkor csinálja. Ez meg egy gokart, ez egy gyári olasz topkart. Gokart. Ez milyen paraméterekkel rendelkezik? Mekkora a motor? Ebben egy 80 köbcentis motor van. Úgy nézél rá, hogy ez gyerek gokart, de ez megy 100-at. 100 kilométeres sebességgel megy. Ki szoktuk vinni a gyerekiket vasárnaponként ide a Lidl parkolóba, és akkor ott szoktak körözni a gyerekik hárman, vagy négyen, mert az egyik két testvér, és akkor ott mennek. Szoktak menni, meg majd most az idején majd lesz az, mikor már elvisszük majd őket Nyíregyházára, vagy ahol vannak ilyen gokartpályák, hogy akkor ott is menjenek, hogy ne csak a Lidl parkolóba szokják meg, hanem szokják meg, hogy pályán is mennek, és akkor ott már lehet jobban nyomni neki. Bár rejt magában veszélyt ez a sport, Dezső mégse aggódik gyermekeiért. Azt vallja, ha nem csak nehéz jobb lábbal, de ésszel is versenyzik egy pilóta, nem rázósabb egy lezárt pálya egy főúttól, ahol sajnos bármi elénk kerülhet. Fiainak azt tanítja, ne csak kanyartól kanyarig gondolkodjanak, hisz az csak egy szakasz, a cél nem ott van. Én nem kényszerítem őket, hogy most
itt versenyezzenek, ha akarják, akkor csinálják. Nyilvánvaló mondom nekik, hogy ez nagyon sok pénz. Ez mértéktelen sok pénzbe kerül. Ez, és ha nincsen támogató, akkor ez nem is megy. Annyit nem tudsz összedolgozni, hogy most ezt ki tud fizetni. Mondtam a nagyobbik fiamnak is, hogy mivel akar versenyezni, mondtam neki, mondom, fiam, arra vigyázzál, hogy ne csak azért legyél versenyző, mert most a csajoknak itt vagánykodjál, hogy te most autóversenyző vagy, mert ahhoz nagyon drága sport. Meg ahhoz nyilvánvaló, hogy kellenek a támogatók. Na persze nyilvánvaló, hogy a fiam próbálna úgy versenyezni, mint ahogy én. Csak hát ez nem úgy működik, mert a támogatók úgymond úgy adnak pénzt, hogyha látják, hogy teszel is le valamit az asztalra. Szóval egy fiatalnak nem biztos, hogy támogatnák. A fiam kap egy olyan lehetőséget, hogy beüljön egy másik pilóta mellé navigálni, azt nem is bánom. Én meg majd az ilyen kisebb versenyeken fogok részt venni, ahol megint a fiam fog nekem navigálni, szóval most elég sok kilométer lesz majd a gyerekbe, és majd látjuk. Hát most csak célba kell érni.